jól éreztem magam. Nekem ez egy pozitív csalódás volt, mert amikor eljöttem, akkor nem számítottam, nem voltak elképzeléseim, de alapjában véve nem voltam benne nagyon ebben a szerencsejáték világában, és nagyon örülök, hogy többet megtudhattam róla, főleg arról, hogy a többi országokban ez hogy működik arról is. Úgyhogy ennek nagyon örültem, és a társaság is nagyon jó volt, úgyhogy örülök, hogy eljöttem. Meglepett, hogy milyen jó volt, mert nem számítottam ilyen jóra, de a közösség nagyon kialakult, főleg a végére. Az étel az nagyon jó volt, és viszonylag érdekes, és ilyen alternatív megoldásra a készítető programok voltak. Fantasztikus nekem, ez nyarom egyik kiemelkedő hete volt. I really like it, and yeah, it was an intensive week. We had a lot of activity in different activities, like games, but also we have like a lot of focus on this topic, like about gaming, gambling, and it was really important for me because I wasn't not so experienced about this. I never talked about this topic like so intensive, like in this camp. So it was really good. Eddig nem voltam ilyen táborban már, mint hogy napközis is volt, és ezért egy kicsit tartottam tőle, hogy nem leszünk olyan közeli kapcsolatban a többiekkel, akik itt vannak, de igazából sokkal jobb volt, és nagyon összeszokott a társaság szerintem. A nyelvtanulásra fektettünk több hangsúlyt szerintem, mert ugye rá voltunk szorulva a tudásfejlesztésre is, hogy beszéljünk, és rengeteg olyan hasznos játékot és tudásfejlesztő gyakorlatokat csináltunk, amikkel így tudtam az angolt is tanulni. Tamás tartott egy előadást, az nekem új információ volt a legtöbb, amit hallottam benne, és az eleve, tehát eddig nem tudtam semmit szinte a szerencsejátékokról, de így felkeltette az érdeklődésemet, hogy tényleg figyelni kell erre, és az indította be azt az egész folyamatot, hogy engem tényleg elkezdjen érdekelni ez az egész, és onnantól kezdve pedig minden feladat tetszett pont emiatt. Ezek a fiatalok mind a játékhatárokkal nemzetközi tábor résztvevői voltak Debrecenben. A 2018. július 23 és 27 között megrendezett tábor célja az volt, hogy a résztvevő, jobbára 14 és 20 év közötti fiatalok különböző médiaeszközök használatával felfedezzék és bemutassák a hazai és nemzetközi játék és szerencsejáték helyzetet, és felhívják kortársaik figyelmét a játékszenvedély és a függőség veszélyeire. A 14 magyar és 5 külföldi fiatal az Ökumenikus Segélyszervezet és a Hangkép Egyesület szakmai irányításának köszönhetően előadások keretében ismerkedett a szerencsejáték függőség kialakulásának lehetséges módjaival, azzal, hogyan is ismerheti fel valaki azt, ha a környezetében valaki függő, majd a hallottakat fotók, rövid figyelemfelkeltő videók készítésével és poszterek alkotásával dolgozták fel, amiket a Játék Határokkal projekt közösségi platformjain is megosztottak. A foglalkozások többsége angolul zajlott, hiszen spanyol, olasz, német és romániai fiatalok is részt vettek a táborban. Bár sokan az angol nyelvi fejlődés miatt jelentkeztek a táborba, mégis rengeteg olyan új információ hangzott el a szerencsejáték függőség és az online fogadás veszélyei kapcsán, ami a fiatalokat is arra késztette, hogy felhívják kortársaik figyelmét a témára. Engem az nagyon meglepett, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen sok ember szenved ebben, és hogy ennyire hamar rá lehet erre szokni. Meglepő volt látni, hogy ennyi országban ilyen rossz szituációban van ez, hogy nem korlátozzák, hogy ki játszhat, meg ilyesmi. Hát főként a különböző országokban, ugyebár arról szinte semennyit nem tudtam, illetve az, hogy Magyarországon is ez egy ekkora probléma, erről nem így a statisztikák, amiket hallottam, nem gondoltam volna, hogy ez egy ennyire elterjedt probléma lehet a függőség a szerencsejátékokban. Laktam már Németországban, de hallottam olyan adatokat is, amiket még nem tudtam, pedig már jártam ott. Well, the things that surprised me more about gambling was like the age of the people who gambling in Spain is like 25, the minimum age, and it was really surprising because it's my age, so I don't see my friends gambling, so it's, where is these people, why the young people is gambling that much? A bárokban elég sok ember használja a slot machine-eket, a nyerőautó játékautomatákat,
illetve a fogadás, a sportfogadás nagyon népszerű Romániában. Szerintem nem feltétlenül számít, hogy az országban milyen az szabályozás, mert például az interneten így is úgy is el lehet érni ezeket a játékokat kortól függetlenül. For example, there's a lot of machines in Spain. Every bar or every restaurant can have one. I remember when I was a child and my parents had the slot machine in the bar. I remember to see the young and the old men, because it's more the men than the women playing at the slot machine, and they lost a lot of money. They had a lot of problems with friends, with family because of the debt. So I saw that this kind of social problem can generate a lot of problems with your family, your friends, the people you are near to because of this addiction, because at the end is that it's an addiction. Yeah, I was doing a lot of research about the situation in Italy about this topic, and of course I knew like lottery, but I was surprised that we have a lot of bingo plays in Rome, for example. And also I found that there is a new law in Rome that slot machine and other kind of games or stuff with money cannot be close to the schools or place that minors are in. So I think it's really important in Rome they try to avoid minor to play this game, because in bars and in places like this they don't really check if you're minor or not, so it's really easy to play and become addicted. Mint hogyha európai viszonylatban nézzük, szerintem elég jól állunk, ugye kis ország vagyunk, ezért kisebb százalékunk is szerencsejáték függő, meg a törvények miatt is ugye nem lehet a bárokban most már szerencsejátékgép, meg ilyen masinák, és úgy látom, hogy Magyarország egy jó helyen van, bármi nyilván van mit csiszolni rajta. Igen, egyértelműen ajánlanám, minden korombeli ismerősömnek ajánlanám, hiszen nagyon hasznos és új tudást ad, tehát én is nem gondolkoztam el ezen eddig, és szerintem egy nagyon jó kezdés, hogy felkelti az érdeklődést, és utána jobban bele lehet merülni a témába. Mi volt a poszterkészítés, a filmforgatás, a reklámkészítés? Én egy kicsit vezető pozíciót vettem fel, de úgy éreztem, ez nem volt senkinek se ellenére, meg igyekeztem mindenkit bevonni az egész feladatba, és mindenki hozzáadta az ötletét, úgyhogy nagyon fontos volt a kommunikáció, hogy mindenki elégedett legyen a saját és a mások munkájával is, senkit nem hagytunk hátra. Azért ajánlanám, mert nem olyan kötött, és inkább arra megy rá, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, de ugyanakkor észre sem veszünk, hogy közben tanulunk, és hogy egy témán dolgozunk fel, mert játékosan csináljuk. Tetszett például, hogy be vannak így osztva a feladatok, és mondjuk mi döntettük el, hogy milyen feladatot vállalunk a hét során. Nagyon sok új információt tudtunk meg, és ezt a témát nem nagyon szoktuk szerintem más közegben feldolgozni, és jó volt ezekről gondolkozni, mert máskülönben nem is biztos, hogy ilyesmiről lenne szó. Szóval ez nagyon tetszett benne. I recommend this camp because you can practice your English, you get along with new people, but also it's really important. I mean, for example, if you know somebody that can be addicted or is already addicted to this game or had problem in the past or now, you can also be helpful for these people. Igen, tudom ajánlani azoknak, akik szeretnének új emberekkel megismerkedni, esetleg külföldi emberekkel olyan dolgokat megtudni, amire még soha nem volt alkalma megtudni, azoknak igenis izgalmas lehet ez a tábor. És nagyon gyorsan eltelt, és nagyon jó volt, úgyhogy szívesen visszajönnék máskor is. Köszönöm szépen!